वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय akkor felolvasunk Bhagavad Gita-ból második fejezet 59. verst, és Grantarács Prabhut megkérünk hangosan olvas. Visaya vinivartante niraharasya dehinah rasavarjam rasopi asya param drishtva nivartate. Ez nagyon orosz akcentus volt, de jó. A megtestesült lélek elállhat az érzéki örömöktől, ám az érzékek tárgyai utáni vágy megmarad. Ha azonban egy felsőbbrendű íz tapasztalva hagy fel az érzéki élvezettel, tudata rendíthetetlenné válik. Srila Prabhupád magyarázata. Az érzéki élvezetektől lehetetlen elállni addig, míg valaki transzcendentális szintre nem kerül. Amikor az érzéki élvezetekről a szabályok és korlátozások betartásával mond le az ember, az olyan, mint amikor egy beteget eltiltanak bizonyos ételektől. Nincs ínyére a korlátozás, és a tiltott ételek iránti étvágyát sem veszíti el. Az érzékek valamilyen lelki folyamat, például a jáma, niyáma, ászana, pránajáma, pratyahara, dárana, Diana, stb. Folyamatát magában foglaló astanga jóga segítségével történő visszaállítása a nem túlságosan intelligens embereknek ajánlott, akik nem tudnak ennél jobbat. Ám, aki a Krisna tudatban egyre fejlődve megízleli a legfelsőbb úr, Krisna szépségét, annak a halott anyagi dolgok többé nem jelentenek élvezetet. A korlátozások ezért a kevésbé értelmes kezdők lelki fejlődését szolgálják, ám csak addig hasznosak, amíg az emberben valóban fel nem ébred a vágy a Krisna tudatra. Ha valaki Krisna tudatú lesz, annak számára a közönséges dolgok egyszerre ízüket veszítik. Omagyanati mirandasya gyananjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha jaya shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shri vasadi gaura bhakta vrinda hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare Visaya vinivartate niraharasya dehina. Hogy az embernek a cselekvés miatt, mivel kapta élményeket lelki vagy anyagi élvezethez, ezért ugye visaya ez az érzéktárgyak. Ezért tárgyak, amikor érinti érzékszervek, érzéktárgyokat, visaya vinivartate, niraharasya, nirahara, ahara, az azt jelenti táplálék. Az érzékszervek kapnak táplálékot. Rasa apyasya, szóval rasa íz. Szóval a lényeg, hogy miért ember vonzódik az érzéki elégítéshez, mert van egy íz. Íze. És ez, ami nagyon szedi szét az embernek a tudatját. Ezért a szokás, mit jelent, hogy szokás? Ez egy íz, valamit újra és újra csinálni. És ezek az ízek, az annyira erősek, hogy az ember, még hogyha próbál visszatartani, kontrollálni érzékeket, egy darabig lehet, utána felrobban, mert ez az íz, ami benne van, az készteteni fog újra ismételni ezt az érzéki elégítést. Ezért vannak ízek. Visaya. Visaya az a érzék tárgyai. Visaya vinivarta niraharasya, niraharasya dehi. Ugye dehi az a test. Szóval a test rendelkezik ezzel az ízzel érzéki elégítésre. Ezért a nehéz lelki gyakorlat.
Ugye sokan mondják, hát ez könnyű mondani, de nekem nehéz csinálni valami lelki dolgokat. De Rasar Vrajam, hogy mondja szanszkritot? Vrajam, Rasi Apya, Niraharasya Dehinam. Lényeg, hogy amikor Param Drishtva, igen, Param, amikor valaki megkapja ugyanakkor magasabb rendű ízet, a lelki ízeket, akkor nem, akkor a anyagi szokások, anyagi vágyok elhalványodnak maguktól. És akkor vége minden stressznek, minden fájdalmok a szenvedésnek. Mert addig, ameddig van ragaszkodás az anyagi érzékelgítés felé, addig mindig ezt, mint az napfényt kíséri az árnyék, ugyanúgy az érzékielégítést mindig kíséri a szenvedés. Amennyire ma élvezek és boldog leszek, annyira majd boldogtalan és szenvedni fogok. És akkor így vissza egálba van a dolog. De és ez a feladat, ugye, hogy valahogy ember kapjon a lelki ízt. És akkor ezt a verset nagyon sokszor lehet hallani, idéznek, hogy igen, de hát, hogy lehet kapni lelki ízt, mikor van, hogy hogy lehet lemondani anyagi dolgokról, és akkor mondja, hát ez csak akkor, amikor van lelki íz, magasabb rendű íz, mondják, amikor mondjuk neked van egy trabantot, akkor nagyon ragaszkodsz hozzá, de ha kapsz egy Mercedes-t, akkor nem ragaszkodsz már a Trabanthoz, ugye? Ugyanúgy itt is, hogyha lelki tapasztalatok vannak, akkor nem, nem ragaszkodsz az anyagi tapasztalathoz. Mindig ezt mondjuk, de hogyan kaphatunk lelki ízt? Mert egyik szempontból ez a vers mondja, hát akkor nem is kell semmit csinálni, igen, vannak neked anyagi dolgok, hát akkor majd éjjel, hogy élsz, majd egyszer jön a lelki íz. És akkor így felkerekedsz az anyagi íz boldog-boldogtalanság felé. De nem történik így. Ugye? Ezért mi most megnézzünk, hogy hogyan történik klasszikusan a védikus módszerek által, amit ajánlják védikus szentírások. Ugye van két út, van az egyik út, amit a jóga nekünk kínál. A jóga azt mondja, hogy elsősorban neked kell valamit lemondani. Ahhoz, hogy megkapjál a magasabb valami lelki dolgokat, akkor le kell mondani, lemondás végezni az anyagi dolgokról. És azért vannak vezeklések ugye a jógában, hogy akkor a mód le érzéki elégítésről. És sokszor mondanak, hát ezt nem lehet megcsinálni, de ez bizony ilyen, csak be akarjunk fulasztani magunkba, elnyomni az ösztönöket, és utána ember csak felrobban, vagy pszichikailag beteg lesz, mert nem egészséges. Ezt mondanak az emberek. A védek mi mindig mondják, ahhoz, hogy a lelkileg fejlődje, ebből előbb mondd le. Ugye? A jóga azzal kezdi, hogy mondd le, menj el erdőbe. És akkor gyakorol yama niyama. Ez azt jelenti, hogy mondd le a dolgokról, ami nem szabad, és csinálj el előért kötelességeket, ami a jógában segít. És most ez miért fontos? Egy szempontból nézzük meg a jógát, hogy miért mondanak, hogy le kell mondani érzékielégítésről, hogy ez miért jó, ez miért egészséges, vagy tényleg ez csak egy ilyen mesterséges dolog, hogy nem szükséges lemondani, mert ezzel csak elnyomjuk magunkba a természetes vágyokat. Erre fontos megértsünk, hogy ez, mi a mechanizmus az egészet, ugye a lélek maga, ugye aki tiszta, ő
Itt van a pránába, ugye itt van a öt prána, ugye prána, apána, samána, viána, udána. Igen, ötféle prána. Mert a lélek, amikor kapcsolódik az érzék tárgyokkal, élvezett tárgyokkal, akkor nem közvetlenül, hanem prána által érzik szervek keresztül. Így, ugye, így a lélek kapcsolatba jön az élvezett tárgyokkal. És minden élvezett tárgya az tudatlansághoz tartozik, mondja Srimad Bhagavatam. Minden érzéktárgy, ez mind tudatlanság. És amikor a lélek élvezett tárgyakat élvez, akkor a prána kapcsolatba jön az érzéktárgyakkal, és beszennyeződik a prána. És ez a prána, amiben van lélek, mikor szennyes tudatlansággal, akkor befedi a lelket, és akkor lélek már nem tud érteni, hogy én lélek vagyok, nem, nincs kapacitása, ezért nem tud fejlődni. Ezért védikus írások javasolnak, hogy mondd le érzéki elégítésről, mert akkor tisztán tartod a pránádat, és akkor így könnyebb lelki élmények felé haladni. Ez egy klasszikus jóga mechanizmus, amit kell gyakorolni a jógiknak, ami nagyon nehéz. Ez egy nagyon, nagyon nehéz. Miért? Mert mi tudjunk, oké, én lemondom érzékjelgítésről, de az íz az bennem van. És Krishna mondja Bhagavad Gita-ból is egyik Mithecsára szaúcsate, azt mondja, hogyha valaki külsőleg lemondta, de belül mindig az a meditál, akkor ez Mithecsára szaúcsate. Ilyen embert úgy neveznek, hogy csaló. Igen, hogy kívülről lemondott, de belül ugyanúgy van az ízek, és élvez belül. Ezért működhető, de nagyon kevés ember, aki képes ennyire kontrollálni ezeket az ösztönöket, a anyagi vágyokat, hogy tisztán tartsan a pránát, és akkor itt tudjon lelkileg fejlődni. Van egy ugye másik módszer, ami könnyebb, és ez a módszer, ez úgy hívják, hogy kapni magasabb rendű ízt. Szóval nem lemondani valamiről, hanem hozzáadni valamit. Ugye ez is Srila Prabhupád, ő nem lemondással kezdte, hogy mondjátok le mindent, ugye van ez a félreértés Krisnásokról, hogy ott hagyják a családokat, ez az, aki nem érti Krisna tudatot. Ott hagyja a családját, vagy elvisznek a gyereket a családból, vagy valamit, az arról szól, akik félreértenek teljesen, és nem értenek Krisna tudat filozófiát, mert Krisna tudat filozófia, Prabhupád sose mondta, ad oda, hanem mondta, add hozzá az élethez. Add hozzá az élethez Krisnát. És ez az a céllel, mondja Prabhupád, mert amikor hozzáadott a Krisnát az élethez, megkapott magasabb lelki ízt, és ekkor a többi majd magától elhalványolódnak nálad az életbe. És ettől jön a lelki erő, mitől jön? Mert sokszor mondjuk, lelki erő, nincsen lelki erőm. A lelki erő az ízből jön. Hogyha van nekem lelki élményeim, ez táplálja a lelki erőt. Akkor tudok, mert ki ez a lelki erős, ugye, akit nem zavarnak. Ugye pont Arjuna kicsit korábban kérdezte, amikor Krishna már mondta, hogy igen, akkor van, amikor valaki már tényleg felvilágosodott, a sthita dhir, bölcsek, ugye, akik bölcs személyek, akik látják az igazságot, van lelki látások, lelki élményük, és akkor Arjuna kérdezi, jó, de akkor hogy lehet megállapítani, hogy lehet látni ki az, aki lelkileg fejlett,
És akkor mondja, kérdezi, hogyha hogyan ő jár, ugye, jár az azt jelenti, hogyan cselekszik ez a személy. Hogyha valaki felvilágosodott, bölcs, stita dirmuni, díra, akkor biztos az ő cselekvése kicsit más lesz, mint az átlagos ember. Akkor következő kérdés volt, hogyan beszél? Ugye, és nem csak egyet kérdezte, hogy hogyan beszél, hanem, mert ez is fontos, de Arjuna nem ezzel korlátozta magát, mert vannak emberek, sokat szépen beszélnek, akik jobban beszélnek, mint bakták, sokkal logikusabban, amit felépítenek, de nem lehet csak a beszédből eldönteni, hogy ez egy bölcs ember, sztita dír, vagy nem. Ezért ő mondta, akkor hogyan cselekszik? Mert amikor ember éli az életet, akkor vannak a kedvező pillanatai, vannak kedvezőtlen pillanatok. Akkor ő hogyan reagál, hogyha boldogság jön, és hogyan reagál, hogyha boldogtalanság helyébe kerül, helyzetbe. És akkor, amikor hogyan ül, ugye kérdezi, amikor nem kell semmit csinálni ebbe a világba, akkor hogyan meditál, hogyan nem csinál semmit. Ezeket a kérdéseket tette fel. És akkor Krisna kezdte válaszolni, igen, hogy az, akinek van lelki erő, az, aki lelki ízzel rendelkezik, akkor neki teljesen az elme irányítás alatt van. Ugye, mert előtte Krisna mesélte, hogy milyen ember, akinek csak anyagi ízek vannak, ugye, ez a dehi, ugye, hogy magyar az, visájvinne váltatta, nirahárasya, igen, nirahára, ahára, nirahárasya dénem, aki mindig táplálkozik az érzék kielégítés által. Azt mondja, hát ilyen embernek a tudatja szét van szórva. Bahusa kahyanantascha buddhája avyavasáinam. Ugye az a érzék miatt, mert van sok érzék, és akkor érzékek szednek szét az embert. Akkor egyik érzékek mondja, most ezt élvez, a másik érzékek mondják, ezt élvez, azt élvez, és magyarázni, mintha lenne valakinek öt feleség, és mindegyik öt között mondja, hogy szeres engem legjobban, mint a más négyet. És akkor ember milyen szétszórt lesz. Szóval ugyanúgy az érzék szervek miatt szétszórodik a tudatja az embernek, és akkor legyengül. És akkor, mikor keletkeznek boldog és boldogtalan pillanatok, akkor össze-vissza reagál az ember, és akkor ő gyenge. Ő nem tud lelkileg fejlődni. Nem lehet, mert zavart. Leül meditálni, ugye, amikor mondanak néha emberek, írnak a kommentekbe, hogy ők meditálnak, hát hogyha ő nem, nincsen szabályos élet valakinek, az nem fog tudni meditálni. Mert nem tud szabályozni, kontrollálni saját magát, mert meditáció az elme kontroll. De hogyha én gondolom, eszek, amit akarok, alszok, ahogy akarok, beszélek, ahogy akarok, azt úgy élvezem, ahogy én akarok, az azt jelenti, semmi nem tudom. Nem tudom önfegyelmezséget csinálni az életembe. Hát akkor, amikor leülök, akkor csak valami elme szekérén fogok utazni. És emberek összekevernek a meditációt az elme utazásával. És Krisna ezért mondja, amikor válaszol, hogy az átlagos, általános válasz egy sztita dír a bölcs emberre, akinek van lelki erő, mert van lelki íz, prajahati adakaman, prajahati adakaman szavram partha manogatam. Azt mondja, ilyen ember, ez a bölcs ember, sztita pragya muni, manogatam, ő nem megy az elme ösztenek, hogy hívják, ilyen, mint a kutyának van ez a parázon. Nem megy elme után. Ez az első.
Szóval nincsen ilyen, hogy manogatál, amikor az elme szekerébe utazom, elme ide, elme oda, hanem ő fegyelmezi az elmét. Miért? Mert van neki magasabb rendű íz. És utána magyarázza, hogy hogyan ő reagál erre a világra, akkor magyarázza, hogy amikor nincs mit tennie, mert úgy mindig belül van egy, mert van belső íze, ugye, ennek a személynek, akkor ő mindig belül táplálja a boldogságot, és mikor kell valamit csinálni, akkor kapcsolódik rá a külső világra, megcsinál dolgokat, elmondja a Bhagavad Gita verseket, főz Krisnának, megcsinál pár dolgot, és mikor már nem kell tevékenykedni, akkor csak zárkodik be, és akkor ott van megint. Amikor nem kell csinálni, akkor belső meditációban van, a belső ízekkel. Szóval ez az Tita Pragya Muni. Amikor csinál, amikor nem csinál, hogyan beszél, Prabhupád magyarázza, ilyen ember beszél csak lelki dolgokról. Sosem mondja a saját elméből valamit, ahogy néha előadások, személyek, vagy hozzáfűznek a YouTube-on, mondja, én gondolom, én úgy érzem. Hát, amit én érzem, ez nagyon torzított. Amit én gondolom, ez is torzított. Nekem van egy karmám, ferdén látom a világot, egy prizma karmám, elme, traumák, meg mindenféle dolgok keresztül egy torzított képet látom. De ezt Tita Pragya Muni mindig mondja, így látja Isten. Mert ő ezt leírta a könyvbe, és akkor amit mondja Tita Pragya Muni, az ő szavai nem hogy az én véleményem, hanem az, hogyha is az ő véleménye, de mivel ő tisztán lát, ezért az ő szavai és a Bhagavad Gita szavai, vagy Srimad Bhagavatam, bármilyen szentírás ugyanaz lesz. Akkor ez tiszta beszéd. Ő tisztán beszél, az ő szavai nem különböznek Istennek a szavaiból. Mert igazság csak egy. Ugye? És akkor olyan vicces, amikor ugye itt van a Bhagavad Gita, Krishna mondja ott, hogy vannak a dolgok, és akkor emberek néha mondanak, hát azért nem pont így van. De várjál, te vagy Isten, te találtad ki? Miért kell, hogy a te véleményednek legyen valami súlya, meg ki vagy te, és ki Isten? Akkor inkább mi elfogadjunk Istennek a véleményét, mert ő találta ki mindent, ő pontosan mond, pontosan tudja, hogy van, hogy működik, ezért az ő igazság nem bírálható. Igen. Szóval ez, meg itt lehet látni a különbséget, aki nem bölcs, akkor ő azt gondolja, hogy az ő véleménye nagyobb, mint Isten. Nek a véleménye fontosabb és igazságosabb. Nem, ez egy... Tiszteljünk, hogy van neki is véleménye, csak nem fogadjunk el. Ugye nem kell bántani senkit, nem bántjunk, de csak nem, csak mi tudjunk, hogy torzítod. Ezért, amikor valaki tiszta, az ő véleménye egyezik Istennek a véleményével. Szóval így ebből jön a lelki erő, hogyha van ez az íz, akkor máshogyan reagál a világra az ember, boldogság, boldogtalanságba. Ezért mondja, meg a Bhagavad Gita-nak a második fejezetnek már az elején, ugye 14. 15. versot is mondja Krishna, hogy Sukha Dukha Samekritva Labalaba Jaya Jaya. Azt mondja, hogy Sukha Dukha, boldogság, boldogtalanság, Sita Usna, hideg, meleg, szégyen, gyalázat, ez nem zavarja meg egy bölcset. De mit zavarja? Kit zavarja? Na most itt van jön a második fele a mai témának, hogy miért valakit zavarja, boldogság, boldogtalanság, hideg, meleg, és ő nem kaphat lelki ízt, és akit nem zavarja, az megkapja ízt, vagy aki megkapta ízt, őt nem fog zavarni. Hogy az embernek van egy hamis egója, aki azonosítja magát ezzel a testtel, az elmével,
Ezért ennek az, őt zavarja hideg, meleg, boldogság, boldogtalanság. Ez pont ez az ahankár, ez a hamis ego, ez ami okozza. És másik oldalról, hogy mi hallottunk már erről sokan, hogy magas íz, magas íz, magas íz, magas íz, magasabb rendű íz, vagy lelki íz. És itt vagyunk, és próbálkozunk, ugye, énekel Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nincs. Még egyszer. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. És akkor így komolyan csinál, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Valamikor így Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Így ki akarok facsarni az ízet. Mindjárt kifacsarom azt a lelki ízt. Vagy kirázom, kirázom a fejemből ezt az ízt, köpölöm, Hare Krishna mantra köpölés, és akkor mint a vaj, kiköpölöm a tejszínből, ugyanúgy az lelki ízeket kiköpölöm a Hare Krishna mantraból. Hát az agyát azt ki lehet köpölni, az biztos. Agyköpölő gyapa. De hogyha megértjünk mi a természete, akkor könnyebb lesz megkapni lelki ízet. Érdekel? Akartok lelki ízt? Hogy ez elérhető legyen nekünk? Mint a Shankaracharyának volt egy tanítványa, akinek a neve volt Hastimala. Hasti, ez nem elefánt. Mit jelent a Hasti? Kezet. És az elefántot is ahogy hívják, hogy mert ő ezzel a ormányol úgy viselkedik, bánja, mint kézzel, ezért mondja, hogy haszti, egykezű. Az elefánt egykezű, haszti. Mert volt más nevek is, elefánt szó, más szavak. És a haszti mála, a mála ez a amalaka. Van ez a gyümölcs indiai, ugye? Van amalaki, bibitaki, haritaki, amit mondtam. És akkor a haszti mála, a amalaki nagyon könnyen elérhető kézzel. És akkor Shankaracharyának volt egy tanítványa, aki nagyon könnyen és nagyon-nagyon jól ismerte a filozófiát. És ezért Hastimala kapta nevét, mert azt mondja, neked a filozófiát úgy könnyen megy, elérhető számadra ez a tudás, mint amalakit szedni kézzel. Szóval ugyanúgy az lelki íz is ilyen lehet, könnyen elérhető. Akkor most megbeszéljünk ezt, jó? Hogy mi az, amitől van egy akadály, amitől nem kaphatunk lelki ízt. De mi az, amivel mi tényleg megkaphatjunk lelki ízt. Akkor beszéljünk. Az, ami nagyon nagy akadályt adja, eltakarja minket a lelki ízt, én például mi énekel Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, az rendelkezik lelki ízzel. Ugye ez olyan erős lelki boldogság, hát végtelen sok írásban van magasztalva, hogy milyen édes, és hogy patakzaknak a könnyei, amikor valaki mondja Hare Krishna mantrát, és ott van a Krisztának a formája. Mi annyiszor hallottunk, hogy a binatvám náma námina, hogy Krisztán nem különbözik a szent névtől. De nem látjuk. Ugye mondjuk, Hare Krishna, akkor valóban a tiszta szinten valaki mondja, Hare Krishna, ott látja Krisztát, egész lelki világot. És akkor vége, és akkor olyan boldogság tapasztalja. De mi mondjuk, Hare Krishna? És mondja, hát inkább elmegyek foci meccsre. A több íze jön, mint a Hare Krishna mantrában. Na most az, ami én, mint lélek, és Hare Krishna között van egy valami, ami nem engedi át ezt az ízet. Valamikor azt mondják, ez egy ilyen felhő, de én azt sokszor lehet, hogy mondanék, hogy atom álló atomrobbanási álló beton. Ez a hamis egónk. Amikor én hamis egóval rendelkezek,
akkor nem tudok megtapasztalni ízet. És de néha kapunk. Volt már valakinek tapasztalat, hogy ez a Hare Krishna milyen jó? Ugye? Ez abban a pillanatban, amikor, mert ez az ego az olyan pulzálos. Az jó mondtam, pulzáló. Valamikor nagy, valamikor kicsi. Amikor nagy az ego, akkor én nagyon szenvedek Hare Krishna mantrám, akkor nagyon benne van a érzéki elégítési dolgok. Vagy stressz. Nagyon nagy stressz lesz. Szenvedés. Amikor összemegy egy kicsit az ego, akkor lehet érezni a lelki ízet. És ez a lényeg. Hogy a hamis ego akadályozza. És ezért mi az, ami az első mindig halljunk? Ahhoz, hogy meglegyen az első íz. Ugye nem a lemondásra megint, ami jogiknak ezzel kezdni, akkor mondd le, akkor legyen tiszta a pránát, ugye? Hanem legyél alázatos. Mert alázatos, ez azt jelenti, hogy én próbálok minimalizálni a saját hamis egómat. Hogy én nem vagyok itt a legokosabb, hogy te mit képzeled magadról, te nekem itt most mondtál valamit. Ugye? Hanem próbálok, hogy nem, hogy én itt nagy valaki vagyok, hogy nekem itt nem mondhatta senki semmit, hanem nem nagyítani kell, hanem kisebb. Ezért ugye sokszor gondolják emberek, hát ez az alázatosság krisnásoknál, ez egy ilyen menekülés. Mert gyenge valaki, nem tud kiállni magáért, és ilyen alázatos, ilyen megalázó, összekevernek. A megalázó lenni, akinek van egy trauma és problémája önbecsülettel, és alázatossággal. Igazából, aki nagyon büszke, annak is van betegsége önbecsülettel. Aki túl senki, annak is van egy probléma önbecsülettel. Hanem alázatos, az nem jelenti, hogy mesterségesen így egy rongy vagyok senki, hanem természetes, hogy én nem vagyok az a test, hogy amit kapok, megérdemelek, ez is egy alázatos, a rosszat, jót nem érdemelek meg, az kapok Krishna kegyéből, rosszat megérdemelek, szóval ez az alázatos, és ezért mondják, hogy szolgálni kell, mert hogyha mi szolgáljunk, végzünk szolgálatot. Prabhupád missziónak baktákat szolgáljunk a legfontosabb, akkor a hamis ego csökken. Mert akkor nem, hogy én kit, én szolgáljak titeket, mi van? Hanem, ó, ezek nagy lelkek, ők is akarnak Krisnához menni, akkor én szolgálok őket. A mellég, vagy egyik fő dolog az Krisna elégedett, hogyha szolgáljunk baktákat, de a másik az én egóm csökken. És mikor csökken az egóm, akkor átvilágít az íz. Akkor meg lehet tapasztalni nekünk. Ugye sokszor gondolom, hát én hol vagyok, én, ti nagy lelkek vagyok, én nem. Ne aggódjunk, de meg te is. Meg te is, mindenki. Prabhupád ilyen tökéletes módszert hozta, az a Hare Krishna mantrát, hogyha valaki tudja gyakorolni alázatosságot, nincs kivétel. Mindenki megkapja. Úr Csaitanya jött, mindenki azért jött, hogy mindenki kapjon kivitelen kívül lelki ízeket, de erre alázatos kellettünk. Ha alázatosak vagyunk, akkor van az íz, akkor megkapjunk. Akkor nem tudjunk megállni. Ez a fontos, az, hogy ne legyen ez a ego, ez a nagy akadály, ez a beton fal. Ezért vannak olyan dolgok, amikor nem tudatosan, ugye mondtam most, amikor meg a hold hatására is, valamikor nagyobb, kisebb ego, de vannak olyan pont időszakok ember időben, aki mondjuk nem hívő, de ő is kaphatja lelki ízt. A legsokszor akkor van, amikor valamilyen trauma érte el. Kiábrándult, stressz, depresszió. Legjobb ez a kiábrándulás. Mert ettől ember ennyire legyengül a stresszek, meg minden, hogy az egója gyengül. És a stressz gyengíti az embernek az egóját.
És ekkor ő meg tud tapasztalni lelki ízeket. Aki csalódott ebbe a világba, akkor az egója összeesett egy kicsit, hogy a probléma, amikor ettől túl megint ez a traumát kap, hogy ez a negatívba esik az ego, hogy senki vagyok, amikor így lónak a túloldalára esik, akkor nem jó. Ezért nem mindenki kap, de akinek pont jó méretre ego esik össze, akkor meg ilyen emberek is kapnak ízt. Akik megtapasztalják, megütött egy kicsit a sors. Szóval ezeknek nincsen annyira egója, és akkor kezdenek kapaszkodni a szentírásokba, rögtön hisznek, tisztelnek, akkor ott vannak, mikor egó kicsit kisebb, és akkor át tud menni az íz. És Krishna direkt ezeket csinálja, hogy ilyen előfizetésbe. Ugye, mert igazi lelki íz tartós, amikor valaki már nagyon megtisztul, de amikor vannak, és akkor megkapja a lelki ízt, de amikor ember véletlenül, mondjuk így nem szándékosan, csak a stressz miatt, a trauma miatt, amikor már minden rossz a világban, az életében, minden oldalról, akkor az ego legyengült, és akkor előfizetésbe kapja egy kis lelki ízt, és hogy el tudjon indulni a lelki úton. Így működnek ezek a lelki dolgok. Ezt terveztem ma mesélni. Van-e nektek kérdések? Nincsen? Hogy ezt a hamis ego csökkentést ezt gyakoroljuk gyakorlatban. És néha ugye ez a periódikusság, ez előjön akkor is, amikor az ember komolyan dolgozik rajta. De úgy, hogy derültékből villámcsapásként. Hogy nincsenek látszólagos előjelek, alázatosak vagyunk, szolgálunk, minden, és mégis van, amikor így elő-elő bújik a barlangjából. Hogy talán egyre ritkábban, de előjön. Hogy ez meddig tekinthető normálisnak? Hát minden, mikor elbújt egyet, és megkaptunk lelki ízt, ezzel nagyon semlegesítettünk, mert ugye nekünk sok ez a szamszkár. És akkor bújik az ego, mikor szamszkárok jönnek. Mert a vágy, az anyagi vágy azonnal növeli az egóját. És mindegyik, ezért mondják, hogy kell szabályozni érzi kielégítést is. Ugye, majd tegnap ugye nekünk írták a stressz-depressziós előadáson, hogy a depressziót okozhatja, hogyha valaki elnyomja magába a nem életet. De nem igaz, mert hogyha valaki korlátlan éli nem életet, akkor az egója az sose lesz csökkenve. Mert érzékielégít és erősíti a test egót, testtudatot, hamis egót. De Prabhupád mondta, nem is is erről szól, hogy abba kell hagyni nem életet. A Prabhupád mondta, ez szükséges, vannak szükséges dolgok, amire van szükség egy embernek, jó, de akkor házasodjon meg. Akkor legyen nemi élet a házasságon belül. Szóval legyen szabályozva. Szóval, hogyha mi legalább kezdjünk azzal, hogy szabályozzunk az érzéki elégítést, akkor tudjunk egóját valamilyen kardába tartani, és az belül még fognak feljönni szamszkárok néha. De hogyha mi kapunk lelki szamszkár, lelki élményeket, akkor csökkenni fognak az anyagi szamszkárok. Ugye az ego egyre kisebb lesz, kisebb. Ennek kell egy idő, kell egy folyamat. És akkor úgy van, hogy mondjuk most az egunk úgy megy föl, le, így, az alapba, az embernek, amikor jön a amikor lement, kapta egy lelkiízt, akkor már annyira nem fog felmenni, hogy volt, csak itt. És akkor nagyobb lelkiízt, és akkor így fog csökkenni, és akkor megáll egy tiszta ego egyszer csak. De ennek van egy átmeneti idő, szóval, mint a kertészetben nem lesz holnap, hogyha ma magot öltesz, holnap nem lesz aratás,
onnan kell átmenet idő. És akkor az idő, amikor mi megáll, az ugye nista szintet, ugye szilárd bhakti jóga gyakorlatot neveznek a nista, amikor már tud ego megállni egy szinten. Mert utána már jönnek az ízek, ugye a rucsi. Köszönöm. Szívesen. Igen? Hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy az ember így el tudja fogadni azt, hogyha mondjuk rossz dolgok történnek vele, vagy megaláztatás, amíg még valaki nincs olyan szinten, hogy ez így ne tudjon rá hatást gyakorolni, de ha valakire mondjuk olyan rossz hatással vannak ezek, hogy nagyon lehúzzák a tudatát olyan szinten, hogy így nehéz, hogy mondjuk lelki gyakorlatot érezni, akkor mi lehet rá megoldás? Vagy hogyan kell felfogni ezeket a helyzeteket? Mindjárt meggyújtja a tüzet, a brámana. Ég? Jó. A tudás. Olvasni, hallani, társulni azokkal, akik már tudnak ezt gyakorolni. Amikor mi társulunk olyan személyekkel, akkor az ő tudatnak van egy hatása ránk. Mindenféleképpen az ők a értékrend, ami belül van, lelki erő, csak azért mellettük vagyunk, az megy át. Ugye, mert hogyha mi egy érzéki jellegítő ember mellett fogunk ülni, akkor fogunk érezni, hogy teljesen fel fogunk látni, tűz fog benne, hogy megyünk mi is érzéki jellegítésre. Azt lehet érezni ezeket, hogy hogyan izgatja az elmünket. De hogyha olyan személyekkel társulunk, és halljunk, a legjobb Prabhupád mondja, hallani kell őket, akkor az megnyugtatja az elmét, és stabilizálja az én tudatomat. Ezért csináljunk közösségeket, hogy legyen ilyen lehetőség, mert egyedül nem. Mint a király, aki összehívta a fiait, és mondta a fiaknak, hogy gyertek ide. Itt van bozót. Ugye, én bozót szálak. És akkor egy nagy zsákban ilyen egybe volt, ilyen egyenes. És akkor odaadta idős fiának, törd össze. Fogta, nem megy másik, szóval minden öt próbálta, nem lehet eltörni. És akkor mondták fiai, apa, nem tudjuk eltörni ezt a bozótot. Azt mondja, de megmutatom, hogy lehet. És egyenként kivette, eltörni. Másikat. És akkor mondta, így mutatom nektek, hogyha ti együtt maradtok, fiaim, akkor akkor erős lesztek, és akkor nem törje meg titeket az anyagi energia. De hogyha külön váltok egymástól, akkor csak így, mint a bozótot el lehet törni. Szóval ezért nekünk kell társulni. Társulni, hallani, akkor túl tudjunk szárnyalni, vagy túl úszunk a szenvedést, óceánt. Ugye most Krishna Bhagavad Gita-ban is mondja a 4. fejezet 36. versben, hogyha felszállsz a transzcendentális tudás hajójára, akkor átoszol. Nem ebbe a versben, másik versben, de ezt mondja. Kell segítség. Más? Igen, hogy hallhatjuk néha, hogy az, hogy legyen valakinél a házban oltár vagy murti, hogy az a hamis ego ellen az jó módszer. De hogy ez hogyan fejti ki a hatását? Hogyha vannak murtik otthon? Otthon, igen. Tehát, hogy nem, hogy elmegyünk a templomba, hanem hogy otthon van. Van egy oltár, nem muszáj murtik, lehet képek is. Hát akkor, amikor oltárt szolgálok, akkor kezdek azonosítani magamat, hogy én lélek vagyok. És a léleknek a természete, ez szolgálni Istent. Ez segíti tiszta egót
Szóval nem a gyén vagyok, aki körülötte forog a világ, és ezért van világ, hogy érzékelgetést csináljak, akkor ez az alap, de hogyha van egy otthon oltár, akkor ez fog csökkenteni. Akkor nem az én házam, Istenek a háza, tőle kaptam, bár így, mert nincs Isten, nincs otthon oltár, akkor ez az, én vagyok ügyes. Mert én szereztem pénzt a házra, nekem köszönhető, hogy van egy házam, de mikor on oltár, akkor Istennek köszönhető, hogy van egy házam, és akkor rögtön az ego normális, nem hamis. És akkor kell, hogy legyen szép ház, jó? Akkor Istennek a házát szépítem. Virágok, házba rakom, mert Istennek a háza az mindig legyen díszítve, ez egy palota. És akkor már nem fogok cigizni Isten palotájába, Isten házába. És akkor így csökkennek, tisztul a viselkedésem, tisztul a gondolkodásom, tisztul az egóm, amikor van oltár otthon. És akkor van ugye, mikor tisztul az ego, amikor kezdek azonosítani, nem én vagyok itt az Úr a világban, hanem a szolga, és akkor Prabhupád nagyon jól magyarázza, hogy a léleknek a darmája, a darma, ez a szolgálni. Mint ahogy mondja Prabhupád, mint a víznek, mi a víznek a darmája? A víznek a darma folyékony lenni. És mondja Prabhupád, a cukornak ugye darma édes, mert hogyha cukor nem édes, akkor nem cukor. Szóval a darma az, ami cukor cukorra tesz. Egy édes íz teszi cukor cukorra. A víznek a darmája folyékony, ez azt jelenti, hogy a darma a víznek, az a folyékonyság, az víznek megteszi. De mondja, néha víz változik ideglenesen, befagy, és akkor kemény lesz. De ez nem a természetes darmája, ez amikor eltéri az eredeti állapottól, vagy gőz formában lesz. De lényeg, hogy víz mindig legyen folyékony. Ugyanúgy a léleknek néha változik a állaga, állapota, amikor ő elfelejti a darmájáról, hogy ő Isten szolgálja, mert akkor legboldogabb állapotban tud lenni, mikor szolgálja, de mikor megdermed a szívek, kőszívű lesz, hogy én itt vagyok, nekem van teremtő világ, hogy én élvezem, mert igazából én vagyok az Isten, az egy nem természetes állapota. És a oltár otthon azt a darmát visszaállítja a lélekbe. Mikor én kezdek szolgálni az oltáramat, akkor már amit főzök, akkor már Istennek főzök, Istennek házat takarítom, Istennek díszítem a házát, Istennek a kertjét művelem, ez a darmát visszaállítja. Köszönöm. Szívesen. Nem kell, nem. A kérdés az jöjjön. Nem kell megerőltetni valakinek a kérdését. Meg kényelmetlen érzés nekem is, hogyha nincs kérdés, akkor valaki mondja, kérdez. Most mit kérdezhetünk? Megkérdez, hogy hány óra van? Igen? Hogy akkor a hamiság volt ezt a szolgálattal, meg a tudás művelésével lehet csökkenteni? Így van. Így van. Hogy ezek önmagában elege, uh-huh. Meg a Hare Krishna mantrával. Ez a három dolog, igen. Mert most megmondom, hogy működik. A tett az fixálja a megértésemet. Például, hogy a csúk csak tudás van, hogyha én mondjuk tudás, hogy én lélek vagyok, nem vagyok ez a test, de cselekszek mind test, mi mindig folytatom érzékielégítés dolgokat, akkor hiába van tudásom, a tudatom nem változik. Mert a cselekvés az, ami hogy mondjuk, fixálja, hogy mondjuk magyarul, megerősíti a tudatomat. Ezért, hogyha van tudásom, lélek vagyok, és utána még cselekvésben is ugyanazt csinálom, akkor ez megváltoztatja a tudatomat, az egómat. Azért kell először tudás, utána cselekvés. Például, megint ez a cigaretta.
hogy az ember először csak mondták neki, hogy dohányzonyozni az egy jó dolog, mert menő vagy, meg mindenki, és ő elhiszi, de a tudatában még nem lesz ez megerősítve, az csak elméleti szinten van. Mert hogyha először csak meggyújtja, mert mikor látta, és mindenki is, milyen jó ez a cigaretta, és akkor tudatában igen, de csak így gondolatban van, de tudatban nincsen. Nincs megvalósítás, ugye? Akkor mikor először rágyújtja, akkor hát ez rossz. De amikor tovább gyakorol, akkor következő cigarettánál már változik a tudat. Nem is annyira rossz. Látod? Szóval hiába csak tudás kell gyakorlat. És akkor következő gyakorlatban, ugye első gyakorlatnál ez nagyon rossz, nem gondoltam. Úgy láttam, hogy mindenki hogy bírja, én is úgy gondoltam, hogy ilyen lesz, de most rányújtott, hát ez lehetetlen. És hogyha ott abba hagyna, akkor jó, nem fog változni a tudat. De nem, még egyszer ki megpróbálja. A második alkalom már változtatja a tudatot. Már mondja, ha annyira nem rossz. A harmadik alkalomnál megint változni fog a tudat. Fú, hát ez tényleg jó. És a negyedik már annyira jó, hogy már nem tudok nélküle létezni. Ezért a lelki tudást úgy tudjuk megerősíteni a tudatunkban, hogyha lelkileg is cselekszünk, mert akkor tudat változik. Így jó válaszom? Igen, csak hogy ezt a fajta mentalitást lehet úgy is gyakorolni, hogyha valaki mondjuk a napjának a leghosszabb ideit nem bakták között, tehát mondjuk munkahelyen, stb. Ott is lehet fejlődni. Lehet. Vagy ez egy akadály, így van, persze. Hát ez akadály. Hát hogyha megfürdünk, és utána beugrunk a, tudod, vannak ezek a nagy kuka konténerek. Beleugrunk oda fejest. Ezek a nagyok, tudod. Tisztek maradunk? Nem. Megint kell fürödni. És ezért legalább legyen egy lelki, lelki program. Mert Prabhupád mondja, ez úgy fog működni, hogyha én be is megyek ebbe a világ közepébe, kukába, egész napra, de immunos leszek, hogyha én olvasom rendszeresen, és gyapázok rendszeresen, és amikor tudok, baktákkal társulok, akkor nem ragad rám a kosz. Akkor, mint amikor van az autókra, megmosák az autót, és akkor ilyen viasz réteget rárakják, lepereg a víz róluk. Szóval Hare Krishna mantra, az Prabhupád mondja, ez egy vakcina. Anyagi világ, ez egy vírus. Az vírus megfertőzi az elmét, a tudatot, az egóját. De amikor van minőségi lelki gyakorlat, akkor ez vakcina. Antidot. És akkor lehet így túlélni. De utána, mi a probléma? Hogyha nincsen ez a lelki gyakorlatom, az egóm nem tisztult meg, akkor így, oké, lehet, hogy jó, lehet valamit, lehet, hogy lelki, de ahogy csak bekerülök ebbe a szennyes körülményekbe, akkor rá fognak ragadni az ővéki értékrendek. És akkor kész, az egóm rontik. Hogyha én gyapáztam, olvastam, hallgattam, mondjuk egy előadást, leckét, és utána elmegyek oda, akkor nekem tiszta a tudat, és akkor nem értékelek az ők értékrendszereket, és nem ragad rám. Mert akkor meg tiszta az egóm. De ha nem tiszta az ego, mert nem gyakorolok, akkor fogok értékelni, hogy milyen jó ezek az értékrendek nálunk, és nem rám ragad. Így jó? Szívesen. Finis? Jó, akkor, hogyha nincs több kérdés, akkor nagyon szépen köszönöm.
Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shishi Gornita ki jai, Shishi Radha Shyama Sundar ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanandi. Hare Krishna.